Az itt látható tanszerek, iskolatáskák csak egy részét alkotják annak a mennyiségnek, amelyek adományba mennek a rászoruló családok gyermekeinek. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitás idén is szervez egy gyűjtési akciót az érintett iskolások részére, mondta Besenci Zsolt igazgató. Ebben az időszakban nagyon sok családnak nehézséget okoz a megélhetés mellett az, hogy még plusz hozzá rakódik az iskola kezdéshez kapcsolódó plusz költségek és feladatok, és ebben a helyzetben próbálunk mi segítséget nyújtani különböző módon. Ennek egyik része az, hogy tanszer ajándékokat, illetve iskola kezdéskor gyűjtünk olyan adományokat, amit a családoknak átadunk. A segítségnyújtás másik módja, hogy iskola kezdési utalványokkal támogatják az igazoltan rászoruló családokat. A Caritas csoportok közreműködésével térképezik fel, kik kaphatnak ilyet, tette hozzá az igazgató. Ebben az időszakban nagyon sok családnak nehézséget okoz a megélhetés mellett az, hogy még plusz hozzá rakódik az iskola kezdéshez kapcsolódó plusz költségek és feladatok, és ebben a helyzetben próbálunk mi segítséget nyújtani különböző módon. Ennek egyik része az, hogy tanszer ajándékokat, illetve iskola kezdéskor gyűjtünk olyan adományokat, amit a családoknak átadunk. Az adományokat a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitás szeptember 15-ig várja a felajánlóktól.